napot, Petényi úr! Üdvözlöm Önöket! Nem fázott az éjszaka? Nem. Most éjszaka viszont nagyon hideg lesz. Rákapcsoljuk jobban a kertet. Figyelmeztető körútjukat tartották ma a kecskeméti városrendészet munkatársai, ma éjféltől lép érvénybe ugyanis a vörös kód a hideg miatt. Ekkor különösképpen oda kell figyelniük a szakembereknek a főleg külterületen élő idősekre. A kecskeméti városrendészet a vörös kódra tekintettel hatványozottabban látogatja a külterületi tanyákon élő idős, egyedülálló, jelen esetben mozgáskorlátozott, vagy saját magát ellátni képtelen embereket, segítséget nyújtva nekik, és biztosítva azáltal, hogyha bármire szükségük van, takaró, tűzifa, szociális segítség, akkor abban az esetben ugye tudunk segíteni. A városrendészek egy elektromos mozgássérült moped működését ellenőrzik Tibi bácsinál, ugyanis a hidegben fontos, hogy ne romoljon el útközben. A szakemberek számos más tényezőben is tudnak segíteni. Ebben a folyamatban a városrendészet munkatársai még ott vesznek részt, hogy segítünk behordani a fát, esetleg felhasítani, segítünk begyújtani, meleget csinálni, hogy ne fagyjanak meg, valamint hogyha élelmiszerre van szükségük, akkor azt házhoz szállítjuk nekik csomagformájában. A hideg idő miatt a kormány 3 régióban lépteti életbe az úgynevezett vörös kódot, ami azt jelenti, hogy valamennyi szociális intézmény számára kötelező a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadása. A közép-magyarországi régióban kedd 20 órától csütörtök reggel 8 óráig érvényes az intézkedés, a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban -10 foknál is hidegebb lehet éjszakánként.